Sziasztok, Magyar László vagyok, a Light & Magic Academy podcastjének műsorvezetője. Folytatjuk interjú sorozatunkat, amelyben hazánk meghatározó fotográfus videó személyiségeit látom vendégül, és a mai vendégem pedig nem más, mint Koncsol Tündi, többszörösen díjnyertes fearless photographer, esküvői dokumentarista, fotós vagy. Ebbe kezdek kicsit belebonyolódni, úgyhogy segíts ki. Hogyha be kellene mutatkoznod, el kellene mondanod, hogy te milyen műfajodon belül alkotsz, akkor mit mondanál? Hogy én milyen műfajon belül alkotok? Esküvői fotós vagyok, zsurnaliszta esküvői fotós. Büszke zsurnaliszta esküvői fotós. Szuper. Mit is jelent ez, hogy büszke zsurnaliszta fotós? A büszkét értem. Menjünk bele egy picit a zsurnalisztába. A zsurnaliszta az megpróbál nem beállítani semmit, én ráadásul vérzsurnalista vagyok, tehát én abszolút nem állítok semmit, nem is vagyok rá hajlandó, hanem megpróbálok mindenből kihozni a legjobbat, anélkül, hogy beleszólnék. Oké. Hogyan alakult ez ki nálad? Tehát, hogy mi volt az, amikor kvázi ebbe az irányba keveredtél el? Hogyan alakult a te pályád? Hát alapvetően, hogy én 23 éve vagyok fotós. 23 éve vagyok esküvői fotós, ami azért egy kicsit sok. És 3 évvel ezelőtt mondtam azt, hogy ideje valahova lépnem, mert amit csináltam, az jó volt, de azért lássuk be, egy idő után az ember úgy beleun abba, amit csinál. Én beleuntam, és azt mondtam, hogy vagy találok valami teljesen más dolgot, újra definiálom magam, vagy abba hagyom. És marha nehéz volt az, hogy tényleg azt mondjam, hogy megtalálom az utam, vagy megtaláljam az utam, és hogy újra alkossam önmagam. Tehát olyan kérdéseket kellett feltenni, hogy szeret-e, amit csinálok? Az emberek szeretik-e azt, amit csinálok? És nehéz volt. Volt egy fotó, amit láttam az interneten, egy rossz fotó, tehát azt így leszögezem, hogy ez egy nagyon rossz fotó volt. Egy Paul Rogers nevezetű angol fotóstól. A kép az nem komponált, fények rosszak voltak rajta. Alapvetően úgy nézett ki, mintha csak így elnyomta volna az expo gombot és kész. És így ránéztem, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, ez nagyon működik, de én erre képtelen vagyok. Mi tetszett benne? Tehát azt mondod, minden. Hogy ez egy rossz fotó volt, de minden, mégis valami megfogott. Minden, ránéztél, és ott volt minden. Tehát ott voltál, érezted, mindent átadott, amit kell. Életszerű az, volt. Az hihetetlen jó volt. Tehát az a felismerés, hogy ezt így is lehet, az egy meghatározó élmény. Okay. És ez indított el azon, hogy stílust váltsak. És így rátaláltam a zsurnaliszta stílusra, és azt mondtam, hogy te jó Isten, ez nagyon jó. És gyakorlatilag, amikor így elmész egy esküvőre, nem az van, hogy még egy esküvő, hanem azt mondod, hogy végre, még egy lehetőség, még egy alkalom, és csinálod, és mész, és... Igen, én ezt használtam párszor, hogy drog. Szerintem az esküvői fotózás az egy drog. Tud az lenni, igen. Nekem az. Ráadásul pozitív, tehát hogy az a fajta függőség, ami azért nagyon sok örömet tud okozni, és nem föltétlen épít le. Nem csak neked, hanem a párnak is, meg mindenki másnak. Ez fontos dolog. Jó. Képeidre alapvetően jellemző egyfajta sajátos képi világ, hogyha meg tudnánk ezt határozni. Kicsit járjuk körbe, hogy mitől lesz egy fotó, Koncsol Tündi is, mik azok a stílusjegyek, amik szerinted a te képeidet jelenti. Azt, hogy én csináltam? Oké. nem tudom. Tehát igen, más is mondja, hogy hú, ránéztem a képedre, ez a tiéd. Ez egyértelmű. Az egy nagyon jó dolog, hogyha más felismeri a képeidet, mert az azt jelenti, hogy megtaláltad a nyelved. Megtaláltad azt az univerzális nyelvet, amivel ki tudod fejezni magad, és a többiek megértenek. És nem csak megértenek, felismernek. Tehát ez egy nagyon jó dolog. De neked meghatározni azt, hogy mik azok, ami alapján ez felismerhető, az nehéz. Hiszen te saját magadat adod, a képeid azok te vagy. Így csak azt tudom mondani, hogy a képeim azok csak én. Meg azok, amit én adok. Körbejárni. Hát nyersek. Ez tény, nyersek, nagyon nyersek, szeretem a nyers pillanatokat, legyen az szomorú, boldog, vagy bármi más. Ha intenzív,
Tehát nem csak egy ilyen távolról, messziről elkapod a dolog. Nagyon közel megyek, nagyon belemegyek, és ezt szerintem ez nagyon-nagyon látszik rajta. És intenzívek. Én is ezt, tehát hogyha most így hirtelen nekem kellene megfogalmazni, hogy mi az, én is ezt éreztem, hogy te úgy nagyon benne vagy a sűrűjében, tehát hogy van egy ilyen érzetem, bár voltunk közös esküvőn, ugye volt, amikor elkísértelek, hogy lehetett látni, hogy te azért úgy oda teszed a kamerát adott esetben alsó perspektívában, tehát hogy úgy nagyon benne vagy a sűrűjében. Hát nagyon-nagyon sokat mozgok egy esküvőn. Próbálok láthatatlan lenni, ami azért egy kicsit nehéz, de mindig azt hiszem, hogy én láthatatlan vagyok. És alapvetően nem csak hiszem, hanem tényleg az vagyok. És ez nagyon jó. Pláne amikor olyan visszajelzést kapok, hogy ezt mikor csináltad? Nem láttunk, hogy ott vagy. Azért nehéz láthatatlannak lenni, de működik is, és jó. Mennél jobban láthatatlan vagy, annál jobban közel tudsz lenni. És ugye igaz az a mondás, hogy ha nem jó a képed, akkor az azért van, mert túl távol voltál. Valószínűleg nem voltál elég. Így van. Én meg szeretek közel lenni. Persze figyelek másokra is, de azért akkor lesz valami igazán intenzív, hogyha ott vagy. És te is érzed, és átérzed. És sajnos gyakori, hogy én sírok egy esküvőn, tehát egy kicsit abszurd, hogy vadidegenek esküvőjén sírok, de sírok. És szerencsére van fényképezőgép előttem, mert úgy nem látszik, hogy sírok. Ilyen kis titokba. Meg hát alapvetően, hogyha tudsz egyszerre sírni és fényképezni, akkor ez olyan nagy problémát nem jelent. Megy, de azért tényleg azt mondom, hogy nagyon nehéz. Tehát érzelmileg nagyon megérint minden egyes olyan pillanat. És tényleg sírok, tehát ez... Lehet, hogy igazából egy jó esküvői fotós pont azt tesz, hogy átérzi, ami ott történik. Lehet. Igen, nehéz. Tehát, hogy azt látom, hogy mindenkinél egy picit más, de abban is biztos vagyok, hogy az empátia azért alapvetően egy olyan készség, ami nem hátráltat. Finomítok egy zsurnaliszta esküvői fotóst, mert ugye a zsurnalisták azok dokumentálnak. De úgy, hogy mégis a szemükön keresztül, rajtuk keresztül folyik át minden történet. Ha ez jól van, és te is érzed, akkor valószínűleg a képeiden is érződni fog, vagy nem. Hát ki tudja. Inkább igen. Ugye kiemeltük többször már ezt a zsurnalista dolgot, úgyhogy én ezt így szeretném még ízlelgetni. Eddig az hangzott el, hogy igazából nem befolyásolod az eseményeket. Számodra mitől lesz egy esküvői riport kiemelkedő? Kiemelkedő? Aha. Tehát mikor van az, hogy meglátsz egy ilyen esküvői riportanyagot, és azt mondod, hogy ez nagyon... Mit keresel egy ilyen anyagban? Akár a megalkotásakor, akár más művészek anyagait nézve. Mindenféleképpen az, hogy érzelmeket közvetítsen. Hogy ott érezzem magam. Hogy gyakorlatilag mindent elmondjon. De nehéz. nehéz arról beszélni, hogy mit keresel egy anyagban. Hiszen minden egyes esküvő más. Nincs két egyforma esküvő. Persze mennyasszonyi ruha, szertartások, stb. De az sem egyforma. Tehát nem csak felekezettől másabb, hanem egyszerűen minden másabb egy-egy anyagban. Lehet, hogy valaki kicsit érzelmesebb, lehet, hogy valaki kevésbé érzelmesebb, de alapvetően mégis a végeredmény az, ami az egész nap maga. Nekem ugye az esküvői fotózás nem a portrézásról szól. Tehát nem egy beállított portrézásról, hanem a nagy napról. És azt találom fontosnak, hogy az mondjon el mindent. A legapróbb részleteket is, mert minden fontos. Tehát nincs olyan pillanat, ami nem fontos. Tehát onnantól kezdve, amikor én azt mondom, hogy mitől jó egy jó zsurnalista esküvői anyag, hogy mindent elmond. Mindenre kitér. És hogy egy képen belül mondjon el minél többet, mert minél többet mond el egy képen belül, annál intenzívebb. Annál jobban olvashatóbb, annál jobban érthetőbb, hogy mi történt azon az eseményen. Nekem ugye volt szerencsém veled dolgozni, és én azt láttam, hogy eléggé tudatosan fel vagy készülve azokra a kulcsmomentumokra, amik fontosak lehetnek. Ez a tudatosság, beszéljünk egy picit erről, tehát hogy te azért elég sokat képezted magad, figyelted külföldi fotósok munkáit. Mik voltak azok az ilyen olyan gondolatok, amikre azt mondod, hogy igen, ezek így sarokkövei a te munkádnak?
Ne ezeket kérdezzük külön. Igyekszem. Kifejezetten. Picit megdöbbentettél a kérdése. Látszott? Igen. Hát, alapvetően lehet nem is értettem. Jó, mik azok a kulcs momentumok, amikre te nagyon, nagyon figyelsz? Lehet akár technikai oldalon, akár kompozíción. Természetesen értettem, egyébként értettem. Egyrészt nekem a legfontosabb maga a pár és a közvetlen környezete, hiszen ez a nap róluk szól. Mindenki más, csak statiszta. Úgyhogy én megpróbálok rájuk koncentrálni. Ez egy érdekes kérdés, hogy szeretek-e felkészülni rá, vagy jobb, ha ott érnek dolgok. Van egy ilyen nagyon, nagyon intenzív sztorim erről. Igazából az volt az első, amikor úgy igazán sírtam egy esküvőn, ez még 2011-ben volt. A mennyasszony, amikor kísérte be az apukájának kopasz volt a feje, és ő szólt nekem előre, hogy az apukája nem szereti, hogy kopasz a feje, és ezért ő akkor, amikor a helyére kíséri, és amikor ugye átadja a vőlegénynek, akkor fogadni a fejére egy puszit. Hát amikor már elindultak, mindenki sírt, én is sírtam, és onnan, na az volt az a gát, tehát ott átszakadt minden. Alig vártam, hogy legyen a templomi esküvő, mert ez csak kézfogás, egy református, az minden jó lesz. Alig tudták elmondani az eskü szövegét, hát rettenet volt, mármint jó értelemben volt rettenet. És körülbelül ez az, amit én keresek is, hogy érjenek ilyen intenzív hatások, és én ezt akkor vissza tudom adni. És nagyon jól vissza tudom adni. Én tudom, hogy nagyon erős vagyok pillanatokban. Egy kicsit... De tényleg tudom, hogy pillanatokban erős vagyok. Valószínűleg az ilyen kis intuícióim és érzékeim ilyen 1000-rel működnek olyankor. 1100-al. Na jó, 110 000-rel. És mennél intenzívebb, annál jobban élvezem én is ezt a dolgot. De mondtam, ez egy drog. Keresed, kutatod, folyamatosan ott vagy. Nincsenek viszont sarkalatos pontok. Mi van akkor, hogyha ez az intenzív dolog pont akkor történik, amikor a legtöbb fotós azt mondja, hogy a kötelezőt megcsináltam, hátraléptem. Akkor lemaradsz róla. Pedig lehet, hogy pont egy olyan momentum, ami utána nagyon meghatározza az egész esküvőt. Az egész esküvő gerincét adja. Tehát nincs olyan, hogy sarkalatos pontok, amiket keresni fogsz, hanem folyamatosan ébren vagy, folyamatosan ott vagy, folyamatosan jelen vagy, és folyamatosan figyelsz. És tényleg folyamatosan áramlik rajtad az, ami történik. Ezt a sarokpontokat pont egyébként így erre gondoltam, tehát hogy a te fejedben mik azok, amik nagyon mozgatnak, és nem annyira az esküvő sarokpontjai, tehát nem arra céloztam, hogy mondjuk nagyon fontos a sminkelés, vagy a gyűrűhúzás. Nyilván mondjuk vannak olyan momentumok általában a szülőköszöntések, amikre azért így az ember különösebben odafigyel, de... Készülni tud rá. De inkább szerintem ez a 100%-os jelenlét az, amit említesz, és ami... És ráadásul ugye folyamatos kreativitás. Tehát nem azért vagy kreatív, mert de szépen össze tudod állítani azt a párt, hanem mert felhasználod a fényeket, felhasználod az eszközöket, felhasználod a környezetet, az esküvő többi résztvevőjét azért, hogy erősítsd ezeket. És ez tényleg kreativitást kíván. Közelebb mész, távolabb mész, folyamatosan mozogsz. Tehát itt nincs megállás. Ha egy átlagos esküvőről beszélünk, akkor te körülbelül mennyi képet készítesz? Ez egy nagyon ciki kérdés. Miért? Mert tudom, hogy az átlag magyar egy ilyen 1500 és 2005 magyar fotós 1500-2005 között készít, és valahol ez lenne a normális. Nekem a tavalyi évben a legkevesebb egy ilyen 7500 volt. Egy esküvőn, és volt egy kétnapos esküvőm, ahol 15 000 jött össze. És ezt egyedül, tehát nem a másoddal. És ez ciki. Valószínűleg egyébként sokkal kevesebből is bőven meg lenne az anyag, és marha nehéz válogatni, mert nagyon jó képek sorakoznak egymás mellett. És ebből szűrök lejjebb. Viszont amikor egymás mellett vannak, akkor ki tudod választani azt az egyet, amire azt mondod, hogy igen, ez az. Tehát nem kell ahhoz ismerned a történetet, nem kell ismerned az embereket, semmit nem kell ismerned rajta. Ránéz, és mondod, hogy igen, ez ad valamit, ez nagyon jó. Mennyire szoktad leszűkíteni? Tehát mondjuk egy ilyen 7500-as kép anyagot
mire átadsz, akkor mennyi marad ebből? Egy ilyen 800 és 1200 között. Viszont minden egyes kép más. Nem azért más, mert zoomoltam rajta egyet, vagy közelebb léptem, hanem egyszerűen tényleg mindegyik más. Másik helyről, másik szögből, más történetet mesél. Tehát nincs két egyforma kép. Ez azért jó, mert hogyha végignézik az anyagot, akkor friss maradnak, tehát nem unják el, mert tényleg folyamatosan változik, és folyamatosan mesél. És ráadásul nagyon jól fel tudod építeni dramaturgiailag is. Na, erről mesélj nekem. Tehát, hogy ez alapján azért te tudatosan építed. Nyilván minden esküvőnek van valamiféle forgatókönyve, de hogy te tudatosan alkalmazol egyfajta dramaturgiát, vagy történetmesélést ezen belül is. De nem a fotózás közben. Fotózás közben megpróbálod a maximumot hozni, kreatív vagy, de az egész történetet azt nem ott állítod össze. Ami ott történik az esküvőn, az számomra az, hogy megszólal bennem egy zene. Az a zene az, ami az esküvőről szól. Ami leginkább jellemzi számomra az esküvőt. Ezt a zenét fogom utána felhasználni egy slideshowra, vagy bármi másra, vagy amikor válogatom, vagy csinálom az anyagot, akkor intenzíven, folyamatosan azt a zenét hallgatom, és át fog jönni azt, amit én ott éreztem. Hogyan tudsz folyamatosan megújulni? Mert ugye ez egy ilyen kulcsfontosságú momentum volt, hogy említetted, hogy 20 éven keresztül fotóztál, aztán egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt jött egy éles váltás, és... Próbáltam nagyon óvatosan. Tehát próbáltam, senki nem válthat élesen. Tehát nincs olyan, aki azt mondja, hogy én holnaptól másikat csinálok, más stílus csinálok, másat csinálok. Tehát észreveszik az emberek. Nagyon lassan próbáltam, egy év, másfél évig építettem azt, hogy egy legyen egy ilyen szép kis finom átmenet. Nem annyira jött össze ez a kis finom átmenet. Nem volt annyira finom? Én azt hittem. Én teljes mértékben abban a hitben voltam, hogy ezt milyen jól megcsináltam, büszke voltam magamra, hogy milyen finoman felépítettem az egészet. Aztán egy karácsonykor egy volt párommal találkoztam, akik megkérdeztek, hogy valami baj van? Annyira drasztikusan megváltoztak a képeid, én pedig nem. Tehát igen, nehéz. Hogy mi az, ami folyamatosan frissen tart? Gyakorlatilag az inspirálódás. Más fotósoktól, külföldiektől, hazaiaktól. Én tartom azt, hogy gyakorlatilag mindenkitől lehet tanulni. Ami durva az, hogy a tanulás az nem feltétlenül azt jelenti, hogy technikai, hogy te most elmondod, hogy mit, hol keres, hogy nézzen ki, vagy mit használj fel hozzá, hanem egyszerűen csak egy gondolat. Egy gondolat, és az hegyeket tud mozgatni, meg világot tud megváltoztatni benned. Egy-egy gondolat. Ne akarj példát arra, hogy milyen mondatok ezek, mert nem tudok. De gyakorlatilag bármi olyan elhangozhat, amit egyszerűen tovább viszel, tovább gondolsz. Mást akartam kérdezni ennek kapcsán, nem azt, hogy mik voltak ezek a kulcsgondolatok, hanem sokkal inkább azt, amit említettél, hogy sokat inspirálódsz folyamatosan. Nézzük meg, hogy akár idehaza, akár külföldön, kik azok, akik téged inspirálnak, akiknek a munkáit kifejezetten követed, mert így mondtad, hogy mindenkitől lehet tanulni, de biztos, hogy van pár kedvenced, akár idehaza, akár külföldön, akiket említésre méltónak találsz. Kezdjük a hazaiakkal. Hazaiakkal, jó. Hát értelemszerűen azok inspirálnak leginkább, akik hozzám közel állnak stílusban, vagy felfogásban, vagy képekben, vagy a képeknek a színeiben, vagy a kontrasztjában. Tehát van valami olyan elem, ami miatt azt mondom, hogy összeköt minket. Az egyik az Graziano és Melinda Guerini. Oké, hogy Graziano olasz, de azért én azt mondom, hogy ő magyar. Tehát neki félig magyar szíve van, úgyhogy ő magyar. Én elképesztően szeretem a képeiket, tehát kellően dinamikusak, úgy körbejárják a dolgot, és olyan apró dolgokat megtalálnak, ami fantasztikussá teszi egy-egy anyagukat. A másik az Herceg Zoltán, Herceg Zoli. Alapvetően az egész embert imádom. Mondanám azt, hogy az egyik legjobb, nem, ezt simán kimondom, hogy az egyik legjobb Magyarországon. Nagyon-nagyon elismerem és respektálom. Nem tudatosan, hanem egyszerűen belülről fakadnak olyan képek, amiért mások vért izzadnak.
Ő nagyon érzi ezt a... Igen, de ugye neki ez már nagyon-nagyon régóta megvan. Tehát ő egyszerűen ilyen. Ő ilyen. Tehát alapvetően zseniális. Úgyhogy igen, ő az egyik legjobb, és tényleg belülről jön. És pont ezért, mert annyira ösztönös, és mert annyira belülről jön, ezért nagyon-nagyon elismerem, amit csinál. Illetve a harmadik, negyedik, ugye, hogyha gratulálni őket egynek számolom, mert házas pár, akkor harmadik, egyébként negyedik, ő Rablócki András. Szerintem zseni, amit csinál. Tehát nagyon hasonlítunk egymásra stílusban, lehet, hogy ezért, de akkor azt meg azt mondanám, hogy elfogultság. Nem úgy összességében. Amit ő végigcsinált az elmúlt pár év alatt, és amit elért, az szerintem nagyon példaértékű itt Magyarországon. És hiszem, hogy nagyon kevesen tudnák ismételni azt, amit ő végigvitt. Jó. Külföldiek. Ezek ettől függetlenül ugye nagyon sok olyan hazai van, ami nem az én stílusomban dolgozik, de követem. És igenis lájkolom, és igenis azt mondom, hogy figyelj, ez most nagyon jó volt, ez marha jó lett, atyaig, bárcsak az én képem lenne. Igen, ilyenek is elhangzanak, teljesen mindegy, hogy nem az én stílusomban. Én azt mondom, hogy ha valami jó, akkor azt egyszerűen el kell ismerni. Ha nem teszed, attól csak te leszel kevesebb. Egyetértek. Külföldiek. Külföldiek. Hát ugye elsőként említettem Paul Rogers-t. Ő eredetileg fotóriporter volt. Majd átváltott esküvői fotózásba is, viszont megtartotta azt a fotóriporteri stílust, tehát egy kicsit távolságtartó, benne van az angol elegancia és klasszikusság, tehát elképesztően ötvözi. Olyan dolgokat látott meg, és olyan dolgokat tanított meg látni, anélkül, hogy beszéltünk volna, tehát csak szó szerint képei által, amit előtte soha nem vettem észre. Hogy egy példát mondjak, mondjuk egy cipősarok, ami éppen rálép a menyasszonynak, vagy a koszorús lánynak a ruhájára. És se perc alatt hasra vágja magát, és se perc alatt alsó perspektívában néz, és lefotózza azt. Csak egy részlet, de az is egy fontos összetevője volt, pláne, hogyha a menyasszony esetleg utána elesik, mert nem tud tovább menni, tehát jó, van benne, lehet, hogy van benne egy ilyen kis... számítok rá, hogy valami történik, de nem, ettől függetlenül is megmutatja, és nagyon-nagyon jó. Én azelőtt soha nem kerestem ilyet. Tehát felismerni azt, hogy ezt így is lehetne, az egy fantasztikus érzés volt, és sokkal, de sokkal több lettem tőle. Persze az összes olyan fotóst felsorolhatnám, akik ott vannak a Fearless-be, mert a Fearless nekem egy család. Én családként tekintek rájuk, és nem véletlenül. Segítjük egymást, ha valami probléma van, akkor megbeszéljük egymással, viszont rengeteget adnak a fotósok maguk is. Lehet, hogy csak egy olyan képben, ami egyébként egy portré, de ha valami olyasmit közvetít, amit az én agyam így tovább visz, akkor az már inspiráció. Úgyhogy igen, ők nagyon-nagyon fontosak számomra. Illetve ami durva, a fotóriporterek. A háborús riporterek, tehát olyan fotókat hoznak, ami nagyon durván az érzelmeidre és az érzékeidre hat. És az most lehet, hogy nagyon furcsa lesz és megdöbbentő, amit mondok. Egy-egy háborús anyag, ha így komplexen nézed, drasztikusan összevethető egy esküvői anyaggal. Tehát egy esküvői anyaggal. Ugyanúgy meg lesznek a csoportképek, az érzelmek, az egymás közötti kapcsolatok, tehát olyan intenzív és olyan mér érzéseket és történeteket közvetít egy háborús anyag, mint egy esküvői. Szeretem nézni, megdöbbent, nagyon-nagyon mélyen érint, de én látom benne azt is, hogy ez nem feltétlenül csak egy háború, hanem ez sokkal több. Mint hogy egy esküvő is, nem csak egy esküvő, hanem sokkal, de sokkal több. Egy olyan esemény, ahol ott van mindenki, aki szereti azt a párt. De nem csak a szeretet van jelen egy esküvőn, ugyanúgy ott van a harag, a féltés, a féltékenység. Tehát ez, a lányok, ahogy tudnak egymásra nézni, az egy külön sztori. Sokat tud mondani, igen. Ilyen, úgyhogy igen, nagyon sok helyről kapok inspirációt, és ez nagyon jó. De hozhatnám egyébként magát a régi festményeket is, olyan kompozíciókat, olyan fényeket látsz rajta, hogy amikor ugye, Te zsurnalisztaként nem fogod beállítani, nem fogod irányítani a fényt. De felismered. Tehát se perc alatt, amikor egy olyan szituációba kerülsz,
látod, hogy nagyon rossz az a fény, viszont mit lehet kihozni belőle? Tehát neked kell kreatívnak lenni, nem a párjaidat zsurnalisztaként, tehát megint azt leszögezem, hogy zsurnalisztaként fogod nem állítani a párt, csak a saját kreativitásodat használni. Mennél több ilyen képet, mennél több ilyen inspirációt kapsz mástól, annál több vagy, és annál több helyzetre tudsz nagyon jól reagálni. Tök jó. Van egy kérdés ebben a sorban, ami itt van előttem, amire nagyon régóta várom a választ, és erre mondtad azt, hogy lehet, hogy ez egy picit nehezebb lesz, amikor előzetesen egyeztettünk, és én is azt érzem rajta, hogy ténylegesen elviheti az interjút a hátán. Mondhatjuk, hogy szerves része vagy a nemzetközi esküvőfotós, dokumentarista esküvőfotós közösségnek. Mi az, amiben te a legfőbb különbséget látod a hazai, illetve a nemzetközi széna között, és mi az, amiben szerinted jó lenne változtatni idehaza? Mondtam, hogy nehéz kérdés, és tényleg az, mert... Igen, mert most kritikát húzott ki belőled. Így van, és nem szeretek kritizálni. Hiába úgy tűnök, nem szeretek kritizálni, mert megsértesz másokat, és az én kis madár lelkem ezt kevésbé viseli el, miközben én mondom a kritikát. Én sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon a zsurnaliszta fotózás mint olyan nem nagyon létezik. Ez nem feltétlenül a fotósoknak a hibája, hanem a pároké is. Tehát addig, amíg azt olvasod minden ilyen csevegőbe és minden ilyen fórumon, hogy ő hercegnő szeretne lenni, és tiarát vesz föl, és hát mindent, ami egy hercegnőnek kell, mint kellékek, addig nehéz lesz azt mondanod, hogy te zsurnalista vagy, és visszaadod azt, amit láttál. Ehhez a párnak egy öntudatos világképet kell magukénak tudni, mert amikor te azt mondod, hogy ha-ho, én nem fogom retusálni, ha fintorogsz, az is meg lesz, ha sírsz, az is meg lesz, még ugye Magyarországon ez a jaj, sírtam, ne nézd ide, jaj, táncolok, ne fotóz. De gyakorlatilag benne van az embereknek az, hogy nem mernek érzelmeket mutatni, nem szeretik önmagukat megmutatni, és nem is szeretik magukat viszont látni. Úgyhogy ezt mondom, hogy nem feltétlenül ez a fotósoknak a hibája, hogy nem létezik annyira Magyarországon az esküvői fotózás. Bocsánat, a zsurnalista esküvői fotózás. Nagyon nehéz. Külföldön egy kicsivel másabb. Ott, hogyha bele akarsz szólni egyáltalán a történésekbe, mint zsurnalista, hogyha úgy kerestek meg, hogy te zsurnalista leszel, és bele akarsz szólni, akkor csúnyán néznek rád, hogy miért is. Tehát te miért akarod irányítani azt, ami ott történik? Neked a feladatod azt, hogy dokumentáld, és lehetőleg olyan minőségben, amit mutattál. És legyenek meg azok a képek, mert azért bíztak meg téged. Magyarországon viszont, ha hercegnő szeretne lenni, akkor nem szeretné látni, hogy fintorog, nem szeretné látni, hogy sír. Egy másik tudatállapotba kerül. És ráadásul, ugye mondtam, hogy vannak szavak, amiket Magyarországon eléggé lejáratnak. Az ilyen a pillanatok is. Nagyon sokszor ráhúzzák arra, hogy ráhúznak egy bármilyen pillanatra, hogy ez egy pillanat. Tény, elkattintotta a gombot, egy pillanat jött létre. De ha az nem mond el semmit, vagy rosszul mondja el, mert nem jó helyről, nem jó szögben, nem jó objektívvel, nem jó géppel mondta el, akkor alapvetően pillanatnak pillanat, csak nem jó pillanat. És egy zsurnalisztának viszont kötelező jó pillanatokat és jó történeteket hozni. És igen, bár Magyarországon van olyan, akik úgy hirdetik magukat is arról, azt is tartják magukról, hogy ők esküvői zsurnalisták, de sajnos nem azok. De mondom, alapvetően nem az ő hibájuk. Mert mihelyt leülsz tárgyalni egy párral, és elhangzik az első olyan mondat, hogy de ugye fogod mondani, hogy a jobb arcomat mutassam, de ugye meg lesz ez. Én arra szoktam mondani, hogy én nem. Én nem. Viszont felteszem nekik a kérdést, amikor leülök egy párral tárgyalni, hogy amikor kinyitnak egy albumot, melyik képet szeretik jobban, ahol a műterembe be voltak állítva, és ilyen kis komoly, feszengő arcnak, kis tavlóképszerűen ott pózoltak egyet, vagy esetleg azt, amikor kint vannak az udvaron, egész család dinnyét majszolnak, mindenki tiszta, maszatos, és mindenhol folyik minden, és látszanak a foltok, és úgy ott van a régi ház, ott van a régi minden, melyik az, ami elsőként visszaad nekik bármit? Nem volt olyan ember, aki azt mondta volna, hogy hát nekem a műtermi kép az a beállított, az kellett volna,
Hát nem inkább azt mondja, hogy igen, ez a másik, mert tényleg úristen, emlékszem arra, és az a macska, és az a kutya, és az a levegő, az a minden, amit akkor érzett, visszajön. Most egy jó zsurnaliszta fotó, és teljesen mindegy, hogy esküvői vagy nem esküvői, az ezeket hozza vissza. Ezeket a pillanatokat, ezeket az érzéseket, az illatot, az érzék, tehát mindent. És ezt kell. Sajnos tényleg azt mondom, hogy külföldön sokkal nyitottabbak erre az emberek, sokkal magabiztosabbak, sokkal önazonosabbak, sokkal jobban tárulkoznak ki előtted is. És ráadásul úgy békén hagynak. Tehát ott egy külföldi esküvőnél általában nincs az, hogy jön a nagyika meg a nagypapi, akivel nincsen probléma, de csináld már meg még azt, és kb. Körbe mutatnak mindent, és nem hagynak dolgozni. Mert amíg velük foglalkozol, azzal, hogy neki a tányérdíszt vagy bármi más lefotóz, mert ha róluk van szó, az teljesen jó. De sajnos nem csak ezt találják ki, hanem minden mást is. Akkor egyszerűen olyan pillanatokat és olyan dolgokat tudsz elveszteni, ami pedig nagyon fontos és nagyon értékes lenne. Ugye, ahogy mondtam, hogy nekem egy háborús kép is nagyon hasonlít egy esküvői képhez, ez valamilyen szinten ugye tovább viszi azt, hogy csak attól lesz esküvői egy kép, hogy egy esküvőn fotóztad. Alapvetően semmi más nem különbözteti meg. Tehát ne akarjon az ember mindenáron esküvői fotós lenni és esküvőt fotózni, hanem csak hozza azt, amit kell, hozza azt a fotót, hozza azt az érzést, hozza azt a mindent, azt, ami úgy belülről jön. És egyébként nekem pont ezért működik, és pont ezért szerettem bele a zsurnaliszta fotózásba, mert úgy az belülről jön, az úgy belőlem jön, az úgy én vagyok, az úgy felrobbant. Igen, ez egy kicsit nagyon mély volt, és nagyon belülről jön, de tényleg így élem meg. De azt hiszem, hogy pont ez a lényeg, hogy átjöjjön ez a fajta érzés, hogy ilyen nagyon, nagyon benne lenni az eseményekben. És ráadásul én is szeretem, tehát a képeket ránézek, és megnézem a saját anyagomat, akkor úgy tudok örülni, hogy ó, az de jó volt, ó, az a pillanat. Igen. Ciki vagy nem ciki, én pont ugyanúgy tudok örülni egy esküvői sorozatnak, és úgy izgulok, amikor odaadom a párnak, hogy vajon nekik is pont ugyanez lesz ez az érzés, és ha tehetem, akkor személyesen adom oda, ha nem magyar a pár, akkor Skype-on keresztül látni akarom, hogy mi az, amit látnak, és így végignézni, és az nagyon jó, az nagyon-nagyon feltölt. Tehát eleve, amikor ott vagy egy esküvőn, és végigfotózol egy ilyen anyagot, hogy végigéled, végig a szereplője voltál, miközben mégsem, mint egy jó film. Kicsit hasonló, amikor átadod, mert az egy ilyen kis lezárás, ilyen megelégedettség, és ez nagyon kell, tehát ez nagyon előre visz, és nagyon-nagyon sok energiát ad. Minden egyes esküvő iszonyat sok energiát ad. Igaz, hogy úgy mész az a másnap, hogy egy kicsit használhatatlan vagy, mind agyilag, mind testileg, mindenhogy használhatatlan vagy, de az az energia, amit kapsz tőlük, az megfizethetetlen. Tehát ez nem nagyon fontos ez a személyes átadás, tehát nekem is ez mondjuk egy olyan pont, amihez így kifejezetten ragaszkodom, mert egyszerűen látni akarom az arcukat a párnak, tehát hogy nem, mert hogyha megkérdezed, hogy na hogy tetszenek, általában, vagy szerencsére eddig mindig azt mondták, hogy igen, tetszenek, ezt várták, vagy még többet is kaptak, mint amit vártak, de amikor ott tudok ülni mellettük, és csak így érzed az energiákat. Nézem így az arcukat, amit lapozgatnak, és így odáig vannak, az azt hiszem, hogy az egy sokkal nagyobb része a fizetségnek, mint az, amit egyébként akár anyagilag. Szóval arra a kérdésre válaszoljak, hogy mit kellene itthon, tehát mi az, amit változtatni kellene itthon. Hát egyrésztről, hogy ne húzzuk mindenre rá azt, hogy az egy pillanat. Tehát a pillanat az legyen tényleg pillanat, ne pedig csak egy kattintás. És hogy tényleg mindenki vegye magát annyira komolyan, hogy érezze azt, hogy ez egy nagyon-nagyon megtisztelő dolog volt a pár részéről, hogy rábíztak egy ilyet. Lehet azt mondani, hogy lesz még kismillió nagy napjuk az életbe, de teljesen mindegy, rád bíztak egy napot. Ők téged vettek meg, azt, amit látsz, a lelkedet, a szívedet, és ha nem teszed bele, akkor veszed fejszennyel az egész. Tehát akkor, amikor ott vagy egy esküvőn, azt érezned kell, hogy ez egy iszonyat nagy dolog, hogy megbíztak benned, és tényleg rád bízták ezeket, rád bízták azt a napot. És Magyarországon én úgy érzem, hogy inkább azt mondják, hogy hoztam a kötelezőt, az jó lett, biztos vagyok benne, és tovább lépek. És nem ad bele mindent. Lehet, hogy
ez egy hiba. Én nagyon-nagyon maximalista vagyok. Tehát én amikor már úgy érzem, hogy nagyon fáradt vagyok az este folyamán, akkor is felteszem magamnak a kérdést, hogy ha-ho, itt vagy, örülj neki, menjél és csináld, és akard. És sajnos ez úgy gondolom, hogy nagyon hiányzik nagyon-nagyon sok fotósból itt Magyarországon. Persze ez külföldön is, tehát nem csak Magyarországon. Igen, én ugye általában ugye én nemzetközi fotósokkal beszélek. Ők is inkább a zsurnaliszta fotózásban a nemzetközi toplistán elől helyezkednek el. Ránk mindegyikünkre jellemző az, hogy nincs megállás. És hogy tényleg nem csak azt mondod, hogy jaj, benne volt a szívem és a lelkem, és hogy ó, világéletemben erre vágytam, hanem tényleg. Tényleg úgy érzed, és érzed azt, hogy nem csak te adsz át dolgokat, hanem rengeteg dolgot kapsz. És ez nagyon jó dolog. És ez visz előre. Ha ezt valaki megérzi, teljesen mindegy, hogy hol van Magyarországon vagy külföldön, ha egyszer átérzi, milyen az, amikor nem csak adsz, hanem kapsz is, és ez egy olyan kis szimbiózis és kölcsönösség van egymással, akkor tudsz szintet lépni. És akkor tudsz jobb lenni, és erre szükség lenne itt Magyarországon. Ezt úgy gondolom. Szerintem nagyon, nagyon fontos dolgok hangzanak el most, tehát hogy nekem ez egyébként is vesző paripám, hogy szerintem olyan dolgot érdemes csinálni, amit az ember így szenvedéllyel tud megélni, mert hogy annak lesz egy olyan értéke, abban lesz benne az a plusz, amiben biztos, hogy így megjelensz, tehát hogy nem, így, ha elfásultál, akkor hagyd abba, és akkor csinálj mást. Nem feltétlenül hagyd abba. Meg tudod találni újra önmagad. Viszont akkor meg kell kérdezni, hogy fel kell tenni azokat a kérdéseket, mint amiket én is feltettem magamnak. És nagyon őszintén válaszolni rá. Tehát amit nagyon-nagyon kell ürni kell, hogy becsapod magad, abszolút magad, a párokat, a szakmát. Tehát nem szabad hazudni. Nagyon-nagyon maximálisan őszintének kell lenni. A legdurvább az, hogy bárkinek hazudhatsz, magadnak végképp ne. Tehát se a képességeidről, se az, hogy szereted csinálni, semmiről. Nem szabad. Nagyon-nagyon őszintének kell lenni. Persze, mert onnantól kezdve, hogy magadat becsapod, akkor nyilván nem tudod a párt, a szakmát, stb. Nem becsapni, hisz magad becsaptad. Tehát, hogy Lehet ideig óráig csinálni, de előbb-utóbb eljutod az ember, hogy jaj, megint egy esküvő, megint ez, és nem látod a különbségeket, pedig mondtam, hogy minden esküvő más. Pont azt teszi minden esküvő más, és nagyon nagy véteg nem megmutatni az esküvők közti különbséget, ami pedig a te feladatod. És az esküvők közti különbséget nem úgy értem, hogy más a dekor, más a ruha, hanem minden más. Más érzések, más zenék, minden más. Ha ezt te nem mutatod meg, akkor egy óriási nagyot hibáztál. Bár ehhez hozzátartozik, hogy ugyanúgy meg kell mutatnod az unalmas pillanatokat is, ha tetszik, hanem nem minden. Egy esküvi anyag nem csak robbanó pillanatokból áll, hanem unalmas pillanatokból is, de ez is hozzátartozik. Tehát neked a kötelességed mindent megmutatni. Mindent megmutatni és mindent átadni. Ha ezt nem teszed, akkor nem vagy jó fotós. És nem vagy jó esküvői fotós. Bocsánat, jó fotós lehet, csak nem vagy jó esküvői fotós. Persze, mondom, stílusokról beszélünk, van, aki inkább azt mondja, hogy mindent beállítok, van igény rá, teljesen jó. Olyan zseniális fotósok vannak Magyarországon, akik más stílust képviselnek, mint én. Én csak a sajátomról tudom beszélni. Oké, okay, de hát ezért is vagyunk itt. De ez tényleg nem azt akartam mondani, hogy ott, hogy az rossz, amit ők képviselnek, vagy rossz, amit csinálnak. Még zsurnalisták között is különbség van, mert valaki azt mondja, Rogio Vega, ő egy spanyol fotós, imádom, nagyon-nagyon jó kis laza csaj. Ő például azt mondja, hogy ha egy olyan hotelszobában van a készülés, ami nem köthető a párhoz, akkor ő nyugodtan félre teszi a fölösleges dolgokat, letisztítja a terepet, hogy jó képek szülessenek. Ha ez otthon van, akkor már nem hajlandó rá, mert minden egyes kép részlet fontos. Ettől ő most rosszabb lett, hogy az egyik helyen rendezte a környezetet, a másik helyen nem. Nem lett rosszabb, sem másabb. Ő ugyanaz maradt. És ez ugyanúgy érvényes a zsurnaliszta fotósokra is. Van olyan, aki igenis megrendez egy kicsit a környezeten, vagy hozzájuk, hogy gyere már légy szíves, lépj egy kicsit közelebb hozzám. Ettől nem lesz rosszabb, csak másabb. Én ezért mondom, hogy én vérzsurnaliszta vagyok, és megpróbálom kihozni abból a fényből és abból a szituációból a legjobbat. Ezért pörgök nagyon-nagyon magas fokozaton, hogy tényleg a maximumot nyújtsam. Úgy könnyebb, így nehezebb.
De nem biztos, hogy szeretnék visszatérni ahhoz, amikor bármit is beállítok. Tehát azért én 30 évig, bocsánat, 20, 20 évig, nem, még alig vagyok 30, szóval 20 évig más se csináltam, csak ugye beállítottam. Hoztam a jó képeket, imádták az emberek, nem kellett, nem volt szükségem honlapra, nem volt szükségem marketing, semmire. Mert gyakorlatilag szájról szájra terjedt, és hogy neki is úgy csináltam, tök szép volt, jaj, de szép volt. Jó volt, szerettem, imádtam. Viszont ez már teljesen másabb. Mondanám azt, hogy más szintje, nekem. Másnak lehet, hogy azt mondja, hogy ez egy visszalépés, hogy már nem irányítasz, és hogy kell. Nekem ez egy előrelépés volt, és én úgy gondolom, hogy ettől sokkal több lettem, hogy nem állítom a dolgokat, hanem inkább megpróbálom kihozni a maximumot abból, ami van. De ez csak felfogás kérdése, tehát igen. Meg stílus kérdése. Ugye többféle stílus van, és azt is gondolom, hogy mind a kettőben, tehát a 10 évvel ezelőtti önmagad, meg a mostani is lehet teljesen önazonos. Úgyhogy mind a kettő hiteles, tehát hogy szerintem ez milyen érdekes, hogy lehet az ember önazonos úgy, hogy közben az egyik pillanatban más csinál, mint előtte. Tehát, hogy ez, azért nem ez, egyik pillanatról mondtam, jó, évig igen, próbálkoztam igen, azt, hogy szépen építsem föl, ami annyira nem sikerült. Én nem tartom cikinek a 10 évvel vagy 20 évvel ezelőtti képeimet más. Sem. Más. Már másképp csinálnám. De ettől függetlenül lazán felvállalom, tehát Facebookon is ott hagytam, mindenütt ott hagytam ezeket a képeket, mert az is én vagyok. És tudom, hogy ott is a maximumot próbáltam adni. Csak azóta én változtam meg. Meg így a képeim is. De az, hogy maximumot adsz mindig, az mind a két, vagy akárhány stílusra, amit én képviseltem, az érvényes. Nagyon maximalista vagyok, és ez nem feltétlenül jó. Van előnye is, hátránya. Van előnye is, van hátránya, és a párok előnye. Mindig az előnyét élvezik. Idehaza előfordul némi álszerénység sokszor, illetve sok fotós nem meri kommunikálni az értékeit, én meg ezzel ellen minden egyes interjúban nagyon szeretek küzdeni, és nagyon szeretem, ha azok a fotósok, akik a vendégeim vagy. Szinte érzem, hogy mit szeretném én mondani. Én vagyok vendég, ők bátran beszélnek az eredményeikre, úgyhogy egy pár szóban mondd el, hogy mik azok, amikre te most igazán büszke vagy, és hogy szerinted minek köszönheted ezeket a fajta sikereket? Hú, dicsekedni nagyon nem szeretek. Ráadásul igen, ahogy mondtad, itthon nehéz is. Tehát még ugye így közösségen belül, vagy külföldi fotósok között, hogyha kapsz egy valamilyen elismerést, vagy valamilyen díjat, akkor őszintén képesek gratulálni egymásnak az emberek. Itthon kevésbé, mert azt mondják, hogy megvetted, vagy tehát olyasmit próbálnak kihozni belőle, ami nem a legjobb. Tehát ez egy ilyen kis fájó pont, hogy az életben nem fognak úgy elismerni itthon, mint ahogy külföldön. Igen, én örülök neki, amilyen díjakat kapok, viszont... Ezért ahogy volt is ugye ez a egy fotóbájézetnek a szlogene, hogy egy jó képe mindenkinek lehet, én tartom azt, hogy én szerencsés vagyok, és sok jó képem van, vagy jó pillanatom van, és ennek köszönhető az, hogy sikereket érek el így nemzetközi szinten is. Mesélj konkrét eredményekről, nem hagyom, hogy kibújj az jó, alatt. Hát ugye különböző ilyen, nevezzük gyújtóoldalaknak, nevezhetjük közösségeknek, őket vannak az interneten, ilyen kis nemzetközi szövetségek. Ezekben általában állítanak fel ilyen kis toplistákat, ilyen évi toplistákat, vannak ilyen kis házi versenyek. És hát ebbe szoktam néha jól szerepelni. igen, a toplistában, az így a nemzetközi toplistában, ez azért rossz, mert ez mindig csak egy bizonyos szövetségre, egy bizonyos társaságra vonatkozik. Ez nem az egész világra. Természetesen a szövetség, ez a társaság az egész világon megtalálható, de nagyon sok fotós nincs benne. Tehát amikor ott nagyon szépen hangzik, hogy leírják, hogy figyelj, te vagy a világon az egyik legjobb, örülhetsz neki, és lesz nagyon büszke magadra, de mellett azzal is tisztában vagy, hogy és ott van kismillió egy fotós, akik sokkal jobbak, de nincsenek ebbe a szövetségbe. Tehát ez egy álszent dolog lenne azt mondani, hogy azért, mert ott vagy abban a top listában, az egy
attól te már piedesztára emelheted magad. Az igaz, hogy ha mondjuk vannak 10 000-en abban a szövetségben, és 10 000 nagyon jó fotós, akinek imádod a képeit, és zseniálisnak tartod őket, és ha egy ilyen közösségben azt mondják, hogy ott vagy a top 100-ba, ott vagy a top 50-ba, vagy ott vagy a top 20-ba, az egy fantasztikus dolog. Ez nálad most hogy is áll? Jó, jól köszönöm szépen! Igen. 2019-ben így két ilyen nemzetközi toplistán voltam. Az egyikben a 23., a másikon a 28. Megnevezed őket? Nem. Nemzetközi, tök jó, és köze van a zsurnalista felfogáshoz. Bár az egyiknek nem annyira, mert az egyik a Fearless Photographers, azt az egyet így megneveztetem bátran, az egy kicsit könnyebben emészthető ugye az emberek számára, mert nem kifejezetten zsurnalista. Vannak nagyon jó képek, vannak értékes pillanatok benne, de ugyanúgy ott van a portré rész is, még másnál nem feltétlenül. Igen. A másik az egyébként a This is Reportage, kimondtam. Na végre. Az viszont kifejezetten zsurnalista felfogást tükröz, és nem is lehet más képeket beadni, mint magán az esküvőn elkapott pillanatokat. Tehát nincs beállított kép, nem szabad feltölteni, se szabad. Feltöltheted, úgyis diszkvalifikálják. Oké. Azért fontos szerintem ezeket a neveket kimondani, mert ha szeretnénk, hogy a hazai közösség is mozduljon bizonyos irányokba, akkor jó, ha ezek elhangzanak és utána tudnak járni. Úgyhogy ezt azért én fontos. Igen, itthon meg most tavaly az évesküvői fotósa lettem ezen a közép-európai esküvői show-n. Nagyon örültem neki, sajnos nem voltam ott, amikor átvettem a díjat. Végre valami hazai, és ez egy jó dolog szerintem. Hát őszintén gratulálok. Minek köszönheted egyébként szerinted ezeket a sikereket? Még egy utolsó, hogyha titkot tisztel állni, ez nem hiszem, hogy ez köszönhető bárminek is. Tehát ahogy mondtam, hogy van egy jó képed. Vagy amiről eddig beszéltem, hogy jelen vagy, és ott vagy, és figyelsz, és nem szégyellősen félrehúzódva fotózol, hanem igenis ott vagy a jelenléteddel, és beleadsz mindent. Valószínűleg ezek a képek azért lesznek sikeresek, mert átjön az, hogy a szíved, lelked benne van, átjön az, hogy akik szerepelnek a képen, nekik is ott van a szívük és a lelkük egy darabja. Valószínű. De nem én vagyok a zsűri, úgyhogy nem tudom megmondani. Persze, természetesen örülök ezeknek. Külföldön egy kicsit másabban ítélik meg. Az egy nagyon jó dolog, ha ott vagyok egy konferencián, vagy egy workshopon, mert én gyakran járok ilyen helyekre. Tudod, fejlődni kell. És hogyha ha megtörténik ez a kis bemutatkozás, hogy szia, XY vagyok, akkor nagyon sokszor kapod ezt, hogy úristen, te vagy ő, na ez nagyon jó. Ez a legjobb érzés, hogyha, amit így a szakmától kaphatsz, hogyha azt mondják, hogy úristen, te vagy ő, mert az azt jelenti, hogy utánad nézett, látta a munkáidat, és értékelte azt, aki vagy, hiszen a képek azok te vagy. Nem régiben tartottál egy workshopot. Igen. Mi volt ennek a célja? Hogy sikerült? Hogy érzed? Hát ezt a többiektől kellene megkérdezni. Tudjuk is megfogom, ha lesz rá módom. Én imádtam, tehát nekem rengeteget adott. Energiát is, és mindent. Hogy mi volt a célja? Szerettem volna, hogyha ugye előrelép ez amit én képviselek, ha egy kicsit nagyobb teret kap, ha a fotósok bátran belevágnak abba, hogy kilépjenek a komfortzónájukból, hogy bátran többek legyenek. Persze, hát kérdés az, hogy sikerült ezt átadnom, vagy sem. Eddig nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. A negatívokat nem kértem. Nem, ez nem igaz. Szeretném, meg lehet tanulni. Nem, a negatívokat is szeretném természetesen, mert abból lehet tanulni. Nagyon szerencsés vagyok, mert két olyan fotós volt itt velem, akiket nagyon-nagyon sokra becsülök és nagyon tisztelek. Az egyik ő Mateo Carta Olaszországból, a másik Sergio Árnyéz Spanyolországból. Brutálisan jók. És megmondom becsülettel, hogy amikor Sergiót kísértem ki a repülőtérre, én végig sírtam a repülőtérig az utat, mert egyszerűen annyira
szívük, lelkük benne volt, és megpróbáltak mindent átadni, és minden kérdésre válaszolni, és végre úgy éreztem, hogy egy olyan értéket tudtam átadni a többi fotósnak, ami azért itthon annyira nem jellemző. Tehát itthon inkább arra mennek, hogy csináljunk egy nagyon jó portfólióképet, amit majd felhasználsz portfólióba. Én inkább azt próbáltam, hogy találd meg ezeket a képeket, amiket utána nagyon lazán odaadhatsz, így odatolhatsz a párjaidnak, hogy tessék, ez az enyém. Illetve, hogyha valaki tényleg megrekedt, hogyha nem tudja azt, hogy hogyan kell tovább lépni, akkor tudjon, hiszen azért nekem ott van mögöttem ez a 3 év, amit mondhatom azt, hogy egyedül, nem egyedül. Rablócki András nagyon-nagyon sokat segített nekem, tehát én azt mondom, hogy vál-vál vetve küzdöttük végig magunkat oda, ahol most vagyunk. Tehát én neki nagyon-nagyon hálás vagyok, mert szerintem nem lennék ott, ahol most vagyok. Hogyha valaki megrekedt, akkor tudjon tovább lépni. Tehát találja meg azt az utat, és hogy tudja megtalálni azt az utat. Ugye nekem segítség volt Paul Rogersnek a képe. A Paul Rogers képe, ami bennem olyan kérdéseket vetett föl, meg olyan kétségeket, hogy én ezt meg nem tudom megcsinálni. Hát úristen, 20 éve esküvői fotós vagyok, és én nem tudok egy ilyen képet csinálni. Nem tudom elengedni a klisét, nem tudom azt, hogy ne komponáljak, ne figyeljek oda, láttam valamit, lenyomjam a gombot. Tehát tovább lépni és megtalálni az utad az nagyon nehéz, és igazából ezt próbáltam, tehát erre próbáltam segítséget nyújtani a fotósoknak. És nagyon sikeres lett, és ennek nagyon-nagyon örülök. Tehát 24 óra alatt betelt az a létszám, amit én szántam rá, illetve kétszer bővé tettem létszámot. És még az utolsó ember is azt mondta, amikor már azt mondtam, hogy már tényleg vége, már nem férünk el többen ott, akkor rám írt, hogy ő a földön is elül, de ő szeretne. Illetve nagyon sokan jelentkeztek után, és tehát gyakorlatilag lazán meg tudnék tartani egy másikat is, mert annyian jelentkeztek. Ez nekem esküszöm jobb, mint bármilyen díj, hiszen ez azt jelenti, hogy érdeklik az embereket az, aki te vagy, hogy csinálod, mint csinálod, a gondolataid. Ez jó dolog. Tehát ezek szerint van rá nyitottság. Tehát, igen, és ez nagyon jó. Tehát ez ilyen... World peace! Záró kérdés következik. Lassan elérkeztünk az interjú végéhez. Hogyha a jelenlegi tudásoddal itt állna előtted a mondjuk 20 évvel fiatalabb Koncsol Tünni, akkor mit tanácsolnál neki szakmailag? Mi lenne az, amit azt mondanád, hogy Tündi, ezt így csináld? Hát biztos, hogy azt mondanál neki, hogy légy önmagad. Légy marhára bátor, és légy önmagad. Régen is megvoltak azért, igen, klisét hoztam a szokásosat, de azért régen is megvoltak az ilyen kis kísérleteim, hogy lehetne ezt így, imádom a fényt, használjuk, próbáljuk úgy, de nem voltam elég bátor, mert nem arra volt igény. Most viszont tényleg azt mondanám, hogy ne foglalkozz vele, valósítsd meg azt, amit szeretnél. Tehát ha egyszer az van benned, akkor miért korlátozod saját magad? Úgyhogy én biztos, hogy azt mondanám saját magamnak, hogy légy bátor, légy marhára bátor, és add önmagad, ami bent van. Ha ez éppen a sírós Tündi, akkor a sírós Tündit, ha a tomboló Tündi, a tomboló Tündi, ha a hormonoktól túl tengőtől Tündi, akkor az. Teljesen mindegy, csak légy önmagad, és bátran ad ki azt, ami benned van. Természetesen ugye mondtam, megint képekről beszélünk. Amikor én azt mondom, magamról beszélek, akkor gyakorlatilag a képeimről beszélek. Ha a képeimről beszélek, akkor magamról beszélek. Úgyhogy amikor azt mondom, hogy légy önmagad, akkor ha-ho, bátran azokkal a képekkel. Tehát hagyd bele anyait, apait is, és semmit ne szégyelj. Semmit ne szégyelj, csináld. Csak úgy kis öntudatosan, kis belülről, kis bátran. Ösztönből. Szerintem ez tökéletes végszó lesz, úgyhogy nem véletlen tartogattam ezt a kérdést a végére még egy ilyen kvázi utolsó titokként. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én meg köszönöm, hogy meghívtál, mert ez tök jó dolog volt. És hogy belengedtél minket olyan szakmai titkokba, amik talán csak úgy nem biztos, hogy hozzáférhetőek, vagy így könnyű fellelni. Nem tudhatom. Őket. Úgyhogy örülünk, hogy beengedtél a világodba is, abba, hogy mitől vagy sikeres te dokumentarista esküvőfotósként.
Ha tetszett nektek ez az interjú, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengettyűt, és akkor nem fogtok lemaradni a későbbi sorozatról. Tünde és én is figyelni fogjuk a komment szekciót, úgyhogy ha felteszitek a kérdéseket, akkor igyekszünk arra legjobb tudásunk szerint válaszolni. A következő interjúig is minden jót kívánok nektek. Sziasztok! Sziasztok!